Jó estét kívánok! 150 évvel ezelőtt egy német erdész, hogy könnyebb legyen az erdőkerülés, egy merev vázas bicikliszerűséget talált ki. Akkor másfél évszázaddal ezelőtt nem hiszem, hogy tudta, hogy az általa kialakított kerékpár majd ekkora népszerűségnek örvend. Az idők folyamán ez a merev vázas kerékpár amortizációt kapott, láncot, pedált, és dinamót is van rajta, lámpa lehet éjszaka is hajtani, és a kerékpárnak az egész földkerekségen hatalmas a népszerűsége. Mai műsorunk teljes egészében a kerékpározásról, a biciklik szerelmeseiről fog szólni, a műsor vendége pedig Kassa Csongor. Üdvözöllek a stúdióban. Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket. Te vagy az a fiatalember, aki az idén Párizsba utaztál, vagyis kerekeztél. Honnan jött az ötlet, hogy pont Párizsba menjél, mert tavaly Csángóföldön jártál, és akkor, amikor hazaérkeztél, csináltunk egy beszélgetést, és akkor azt mondtad, hogy Németország, rokonlátogatás, és aztán mégse ez lett, hanem Párizs. Így van, hát szerettem volna, hogyha az idén nyaram is úgy múlik el, hogy később örömmel és boldogsággal tudjak rá visszatekinteni, és bár az eredeti terv igen az volt, hogy Németországba látogatok el, de úgy döntöttem, hogy miért ne bővíteném ki néhány száz kilométerrel ezt a rövid távot, úgymond. És ha már Németország elkerekezek, akkor miért ne tudnék elkerekezni akár Párizsig is. És így jött az ötlet. Hogyan tervezted meg ezt az utat? Mert ez nem egy rövid kis út. Az odaút az 20 napig tartott, így mondtad, 20 nap plusz, ugye 15 aktív út és 5 nap pihenés. Igen. Hogyan tervezted ki, hogyan szabtad meg, hogy hova szeretnél eljutni? Biztos, hogy voltak céljaid, ahova el szerettél volna. Természetesen. Hát elsősorban mentálisan kell az ember, hogy fölkészüljön, és utána csak fizikailag, mert úgy érzem, hogy amit valamit eldöntünk, bármit is eldöntünk és komolyan veszik, akkor azt később valóra tudjuk váltani. És igazából én december óta készültem erre az útra mentálisan, és február-márciusban pedig fizikailag is elkezdtem készülni erre a nagy távra. Hát hogyan máshogy, mint hogy biciklizéssel. Többször megtettem a Török-Kanizsa Újvidék távot, illetve Szabadkára is ellátogattam, és így hát heti szinten néha 400-500 kilométert is megtettem. Mekkora távolság volt ez? Török-Kanizsáról indultál, és Párizsig mentél. Mekkora ez? Újvidékről indultam. Újvidékről haza, Újvidékről, mert Török-Kanizsa vagy. Igen, Török-Kanizsai vagyok. Tehát Újvidékről indultam Török-Kanizsára, utána néhány nap pihenő következett. Ez volt igazából a nulladik nap Újvidékről Török-Kanizsára, és utána Török-Kanizsáról indultam Budapesten és Bécsen keresztül Párizsba. Ez hány kilométer? Mint egy 1950 kilométer. Ez hosszabb, mint a tavalyi Csángóföldi? Ez hosszabb, mint a tavalyi Csángóföld oda-vissza. Oda-vissza. Igen. Hogyan indult az utad? Zökkenőmentesen? Én a kerékpár szerettem volna egy olyan tökéletes állapotba hozni, hogy gondjaim ne legyenek, de hát ember tervez, Isten végez. Természetesen adott a gondok, de hál' Istennek ezek a gondok nem voltak olyan nagyok, hogy ne tudtam volna útközben megoldani őket. Történetesen a váltómmal akadt némi gond, természetesen a nulladik napon Újvidék és Török-Kanizsa között, de sikerült megjavítanom, és azóta sincs semmi gond vele. Egyedül mentél egy biciklivel. Mennyi cuccot vittél magaddal, hogy így kérdezem, mi volt az alap felszerelésed, és mi az, amit még magaddal vittél? Mennyi volt ez súlyra körülbelül? Hát az alap felszerelésem igazából a GPS berendezés, ami igazából egy telefon, és egy laptop volt, amiről tudtam a telefonomat tölteni. Ezek egy táskában voltak, egy háti táskában, illetve a csomagom nagy része, nagy részét a ruházat tette ki, több pólót, rövid nadrágot, alsó nem vittem magammal, amire igazából szüksége van az embernek, illetve esőköpenyem is volt. Nem mértem le, hogy hány kiló, de körülbelül szerintem egy 30-35 kg volt összesen. És ezt a hátadon vitted, vagy pedig van speciális? Nem, a kerékpár hátuljára szerelhető egy úgynevezett biszege táska, amelynek van két oldala, ahova pakolhattam, és van a teteje, ahova tehettem dolgokat. Ez a te kerékpárod, ez egy érdekes kerékpár. Mit kell tudni róla, azon kívül, hogy mondjuk megjártad vele Csángóföldet és Párizst? Van-e valami speciális dolog rajta? Annyi speciális benne, hogy nagyon szeretem elsősorban. Egyébként egy hétköznapi kerékpárról van szó, ami nagyon szépen fel lett újítva, így két éve van meg, és úgy vagyok vele, hogy ahol van egy kis gond vele, rögtön szervizelem, vagy megpróbálom én megjavítani.
mert lehet ezt a kerékpárt úgy is hajtani, hogy nincsen rajta egy fék, vagy kicsit rossz az első, vagy a hátsó váltó, vagy hiányzik néhány küllő, de igazából nem éri meg, mert előbb-utóbb tönkre megy teljesen a bicikli, és akkor úgymond drágább lesz a leves, mint a hús, és akkor később sokkal többbe kerül megjavítani. Kell-e valamilyen biztonsági felszerelés ahhoz, hogy elindulhass, például bukósisak, vagy valami speciális rikító színű, itt van például a pólód, ezért kérdezem, ebben tekertél végig. Igen. Ez muszáj, hogy legyen követelmény, ez az Unióban mondjuk nálunk nem, de... Nálunk követelmény városon kívül a mellény, a láthatósági mellény, de én szoktam hordani azt városon belül is, mert itt a saját most magam a biztonsága érdekében. Igen, ezt egyébként a évzáráskor az általános iskolában, ahol dolgozom, a Petőfi Sándor általános iskola diákjaitól kaptam. Van is rajta egy cica. Igen, ezt ők rajzolták rá, illetve rajta van a diákok neve is a hátulján. Igen. Visszatérve a biztonsághoz, én a magam biztonsága érdekében hordom mindig a bukósakot, amit most elfelejtettem elhozni. Mindig rajtam van a láthatósági mellény is. Ezen kívül még? Ezen kívül még. Ez látszódik ugyan, viszont hogyha rajtam nem van a hátitáska, akkor kevésbé látják az autósok hátulról. És akkor a hátitáskára. Valamint a világítás is nagyon fontos egy kerékpáron. Ezt nem győzöm sohasem hangsúlyozni, az első és a hátsó világítás, mert a kerékpáros nem is tudja, de valóban nem látják az autósok, hogyha nagyon sötét van a kerékpáros, és ezért szükséges a lámpa is, illetve a láthatási mellény is. Azon kívül nagyon érdekes a pedálja a kerékpárodnak, és a cipőd is. Összefüggésben vannak? Igen, természetesen van, ez egy különleges sport pedál és sport cipő, ugyanis van egy része ennek a patikának, úgymond, ami csatlakoztatható a pedálhoz, és nem esik le, nem csúszhat le ez a cipő a pedálról, miközben hajtom. Ez egyébként úgymond mindennapi használatra nem javallott, ugyanis egy-két másodpercbe telik, míg az ember kibújik belőle, de hosszabb távon nagyon jó, egyrészt mert nem csúszik ki a láb, másrészt meg, hogyha ne adj Isten, szembeszél fúj, már pedig mindig szembeszél fúj, akkor sokkal könnyebb úgy hajtani, hogy nem csak az egyik lábommal nyomom, hanem a másik lábommal tudom húzni a másik oldalon a pedált. Akkor térjünk rá az útra. Elindultál, milyen idő volt? Most nagyon meleg van, akkor is úgy emlékszem, hogy igen meleg volt, bár az első napon egy kicsit megáztál. Újvidékről, amikor mentem Törökkanyzsára, akkor nagyon jó időm volt, viszont Törökkanyzsa és Budapest között egy elég nagy zápor fogott el, és úgy döntöttem, hogy Kecskeméten vonatra ülök, és a maradék 70 kilométert vonattal tettem meg, mert ugyan a tavalyi út arról szólt, hogy minél több kilométert tegyek meg biciklivel, addig az idei túra egy picit arról is szólt, hogy nyugodtan oda tudjak érni Párizsba épségben és egészségben. Úgyhogy nem mertem kockáztatni igazából, meg hát minek is egy tüdőgyulladást, vagy egy nehogy Isten egy balesetet. És hogyan oldottad meg? Napközben ugye tekertél, volt időt szét is nézni, és akkor este hol szálltál meg? Hogyan oldottad meg az étkezést, meg az alvást? Nálunk még kicsit ismeretlen a couchsurfing fogalma. Ez egy olyan internetes oldal, ahova be tudunk jelentkezni. Teszem azt, én szeretnék elutazni holnap Budapestre, de nincs szállásom. Ezért meghirdetem az interneten, hogy... Éppen láthatjuk, ahogy biciklizel. Igen, igen. Meghirdetem, hogy szükségem lenne egy szállásra Budapesten, és aki szintén tagja ennek a Couchsurfing nevezetű organizációnak, ő vissza tud nekem jelezni, hogy alhatok nála, ingyen és bérmentve, azzal, hogy vacsorát nem kapok, csak egy ágyat, illetve le tudok tusolni. De hát ez egy kerékpárosnak szinte tökéletes. És a táplálkozás? Hát azt megpróbáltam megoldani napi 10 euróból, sajnos ez nem jött össze, de... Drágább? Drágább az Unió, drágább, mint ahogy tervezted? Sokkal drágább, sokkal drágább. Vagy pedig drágább. Éhesebb voltál, és nem számítottál arra, hogy... Igazából ez érdekes. Amikor én bicajozok, akkor nem eszek annyit. Én sokkal több gyümölcsöt fogyasztok, de az Unióban olyan nagy drágaság volt az én nézőpontomból, az én szemszögömből, hogy nemhogy 10 euróból, de sokszor még 25 euróból sértem ki naponta.
Volt olyan, hogy 3 eurót fizettem egy fél literes ásványvízért. Ez rengeteg. Igen. És tudtál-e esetleg megkóstolni valami táj jellegzetességet? Volt-e esetleg ilyen próbálkozásod, hogy kijövök abból a kevés pénzből, de megkóstolok mondjuk egy csülköt, vagy nem tudom, bármi kolbászt? Nem, mondjuk megemlíteném a champagne pezsgőt. Igen. Talán ez táj jellegzetesség. Igen. A Vitry-le-Francois-ban töltöttem 2 éjszakát, ahol a házigazdák, ez egyébként Champagne megyéről van szó, a házigazdák még egy kicsit körbevezettek a városban, illetve a Pizta megyében is, elvezettek egy borászatba, és ott szétnézhettem, láttam, hogy hogyan készül, hogyan palackozzák az igazi francia pezsgőt, illetve a tulajdonos az a kedvemért fölbontott egy üveg pezsgőt. És finom. Igen, nagyon van finom. Köze azokhoz a pezsgős borokhoz, amit mi pezsgő néven iszunk? Hát erről most nem szeretnék beszélni. Melyik település, vagy melyik ország hagyott rád nagy, vagy melyik tett rád nagy benyomást utat során? Mondjuk Franciaország persze az volt a cél, meg Párizs, de útközben ugye sok országon átmentél, több településen. Mi volt az, ami olyan? Én nem tudnék dönteni. Tehát olyan sok pozitív élménnyel tértem haza, és olyan sok barátot szereztem az út során, hogy nem tudnám azt mondani, hogy Nancy szebb, mint Dettenhausen, vagy Győr szebb, mint Bécs, mert nagyon jó barátokra tettem szert, kicsit megismertem a városok jellegzetességeit. Körbevezettek ezek a barátok, és néha bizony igen fantasztikus éjszakai életet mutattak be, úgyhogy nem tudok, de igazából nem is akarok dönteni. És milyen volt a megérkezés Párizsba? Az volt a cél, ugye, az Eiffel-torony, hogy mindenki erre gondol először. Igen, a fölvételen épp ez a momentum látszódik, amikor megérkeztem az Eiffel-toronyhoz. Hát kiszámolni se tudtam volna jobban, ugyanis a francia forradalom napján érkeztem meg Párizsba, és katonai fölvonulás volt, és hatalmas nagy tömeg volt az Eiffel-torony környékén, és este 11-kor pedig egy rökken 45 perces tűzjáték volt az Eiffel-toronynál. Vicceltünk is a barátokkal, hogy az én tiszteletemre rendezték meg. Párizs olyan, amilyennek elképzelted? Párizs egy nagyon-nagyon picit, hangsúlyoznám, hogy nagyon picit csalódást okozott, mert a rengeteg turistának köszönhetően egy kicsit koszos, viszont amikor indultam vissza Párizsból haza, reggel 6 órakor indultam, és akkor már az összes szemét el volt takarítva. Tehát azt kell tudni Párizsról, hogy évente mintegy 60 millió turistája van, és ez nagyon sok. Viszont a takarító személyzet, ha nevezhetjük így, folyamatosan dolgoznak, és szinte ilyen sziszifuszi munkát végeznek, és azért volt számomra egy picit csalódás, mert mindenfelé eldobott szemetet láttam, de később ezt néhány percen belül felszedik, úgyhogy picit csalódás volt, de egyébként fantasztikus élmény. És mit látogattál meg? Mi ugye találkoztunk a műsor előtt, nem nagy titok, mindketten török kanizsaiak vagyunk. Igen. És mondtad, hogy a Moulin Rouge, hogy drága. Igen, 200 euró a belépő, de ezzel van egy ebéd is, úgyhogy. És akkor ez ugye az embernek egy kicsit, igen, már nagy kiadás lenne. Mi az az érdekesség, amit megnéztél az Eiffel-tornyon kívül, amit ugye mindenki megnéz? Mi az, amit akartál? Voltam a Versailles kastélyban, bejártam egész Párizst kerékpárral, tehát szinte nem volt olyan terület, amit nem látogattam volna be kerékpárral, többször el is tévedtem, de hozzá kellett kicsit szoknom Párizshoz, ugyanis a visszaútat sajnos nem tudtam máshogy megoldani, mint hogy autóbusszal jövök haza, és egy meghatározott útvonalon kellett az autóbuszig eljutnom, és többször is bejártam ezt az útvonalat, hogy megjegyezzem, de sajnos eltévedtem pont az utolsó előtti nap, úgyhogy, de végül megtaláltam, úgyhogy jól alakult ez is. Most tartunk egy kis szünetet. Csongor egyedül indult neki, vannak, akik többen indulnak neki a biciklitúráknak, ilyen például a Székely túr is, ahol többen teszik meg ezt a távot. Egyik közülük Kecskés István újságíró kollégánk, lássuk, ő hogyan érezte magát ezen a túrán. A 60 éves nagybecskereki Kecskés István, a Magyar Szó újságírója, a kezdetektől résztvevője a Székely Tour elnevezésű kerékpártúrának.
A karaván tagjai tizedszer indultak útra, megközelítőleg 1000 kilométert kerékpároztak le. Július 25-én indultunk, autóbusszal, illetve mikrobusszal mentünk föl Radócba, és Radócból 27-én ültünk bringákra, tehát körbejártuk az 5 falut, illetve hát ezúttal a 3 falut, Hadikfalvát, Isten segítset és Fogadj Istent, és utána bringákra ültünk, 16-an indultunk el, innen 13-an, és 3-an csatlakoztak hozzánk román kerékpározók. Minden, tehát ez a csapat most már nagyon vegyes, tehát voltak belgrádiak, volt egy pécsi kerékpározó, aki az idén csatlakozott hozzánk, voltak a 3 román krajovai volt, voltak belgrádiak, titeliek, versecsiek, nagybecskerekiek és Kevevárból volt ugye a szervezők, onnan is indultunk, és ők voltak 3-an. Ezen a kerékpártúrán mindannyian győzteseknek számítanak, mindenki célba ért. Ilyen hosszú úton van bőven látványból is, meg élményből is. Az ilyen túráknak az az átka, hogy mindig egy meghatározott időben, meghatározott helyen kell, hogy legyünk. Tehát kevés időnk van arra, hogy egy bizonyos helyen tovább tartózkodjunk, és azért nem is unalmas nekünk ez a túra, mert tizedik alkalommal ugye szervezték meg ezt a túrát, már 4-szer voltunk Bukovinában, de mindig van valami új, amit nem láttunk. Na most ezúttal talán kiemelném egy érdekes helyen jártunk, az pedig a Szaploncai Vidám temető. Tehát Szaplonca egy kis román lakta település a román-ukrán határ közelében, ahol 1938 óta egy helybéli kőfaragó, illetve fafaragó olyan síremlékeket készít, amelyek valójában megpróbálják nevetség, humoros oldaláról megközelíteni a halált, és az elhunytnak az életéből egy képet, vagy egy szöveget, vagy egy pársoros versikét írnak rá arra a sírhelyre, és hát ez mondhatnám osztatlan sikert arat a turisták körében. Tehát ott jártunkkor 2 osztrák autóbusz is érkezett, és hát olyan 100 dináros belépő díj fejében az emberek megláthatják azt, hogy az az egyén hogy halt meg, hogy elütötte netán a traktor, hogy vízbe fulladt, vagy hogy élt, vagy stb. De most ez ugye ízlések és pofonok ez kérdése, hogy valójában ez mennyire emberi, hogy valakinek a halálából humorizáljunk, vagy halálával humorizáljunk. Hát a románok ezt választották. Mi azért többen úgy gondoltuk, hogy talán turista csalogatóként jobb volnának elhagyatott kastélyokat felújítani, jobb volna, és akkor esetleg oda csalogatni. De mindegy, ez most már a tudomásom szerint fölkerült az UNESCO listájára, védettségi listájára, ez most már úgymond el van fogadva, hát akinek kedve van, mi ott jártunk, nyilván máskor azért nem kívánunk ebből. A másik érdekesség az a rónaszéki sóstóba való fürdés volt. Jó magam, nem tudok úszni, nagy félelemmel mentem bele a vízbe, és mindenki arra biztatott, hogy ne féljek, mert ez olyan, mint a holtenger, tehát nyilván, hogy nem fog semmi bajom lenni, és tényleg úgy volt, a víz teljesen fönntart bárkit, tehát nem kell attól félni, és hát ez is egy nagy élmény, hogy 60 éves fejjel belemertem menni a vízbe, ott, ahol hát a víz mélysége igaz nem haladta meg a 1,5 méter, de számomra már ez is siker volt. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit jelent számára a kerékpározás, illetve mi a varázsa ennek a hobbinak. Sokan úgy gondolják, hogy most én egy valamilyen mániákus izompacsirta vagyok, aki csak a sportnak él. Tehát én teljesen amatőr módon kezdtem, és most is úgy fordulok, vagy úgy viszonyulok a kerékpározáshoz, mint egy
mint egy szórakozás, mint egy erőléti edzés. Tehát sajnos itt Nagybecskerek környékén nincsenek jó kerékpárutak, és viszont nekem egy ilyen út előtt azért jó lenne, egyre többet igény, több szükségem van arra, hogy jó felkészüljek. Tehát én nem indulhatok el komolyabb felkészülés nélkül, már ugye 60 évesen, de hát megpróbálom tartani, és összekötöm a hasznosat a jóval, és mindig így kitalálok magamnak egy utat, hogy most oda el kell jussak, még ha esetleg más módon könnyebben is eljutnák, de én úgy gondolom, hogy biciklivel kell, és elbiciklizés ez a fontos, és akkor tehát így próbálom magamat ösztökélni arra, hogy minél többet kerékpározzak. Hát remélem, hogy majd itt a környéken is az a kerékpárutak kezdenek épülni, és hogy majd itt is történik. Különösen nagy reménnyel várom azt a projektumot, amit nemrég bejelentettek, hogy a Temesvár és Nagybecskerek között a Bega töltésén majd kiépül egy kerékpárút. Na most, hogy az abból mikor lesz valami, vagy mikor lesz, ugye persze ebben a helyzetben ma senki nem tudja megmondani, de hát reménykedek, hogy esetleg egyet még fordulhatok azon az úton is. Kecskés István az elfoglaltsága mellett gyakran ül kerékpárra, hogy állandóan megfelelő erőnlétet biztosítson magának. Sokszor egy-egy riport erejéig Szentmihályra, Magyar Csernyére, vagy éppen Kisoroszra is kerékpárral megy. Kecskés István is sokszor kerékpározzik egyedül, de mondjuk ő nem tesz meg ilyen nagy távot egyedül, mint te. Miért mentél egyedül, akár Csángóföldre, akár Párizsba? Csángóföldre ketten mentünk, és egyedül kellett hazajönnöm. Párizs pedig egy olyan nagy falatnak tűnhet másoknak, még egy megrögzött bringásnak is, hogy senkit nem találtam, aki velem jött volna. Úgyhogy ez az egyszerű oka, amiért egyedül mentem. És hogy lehet kibírni ezt az egyedül létet? Vagy egyáltalán hoztál magaddal dolgokat, itt van Örkény István egyperceseit olvasgattad, de hogyan, mégis azért magad vagy, biztos ismerkedsz is, de hogyan tudtad ezt így földolgozni? Meglepően nehéz, mert Magyarországon még az ember megállítja a rendőrt, hogy megkérdezze, hogy jó irányba megy, és akkor hall idegen szót, viszont a némettel már nem állok annyira jó viszonyba. Franciaországban meg egyáltalán nem tudtam franciában megszólalni, hát nem beszélem a franciát. De angolt azért beszélnek. Igen, de a franciák angol. Nem beszélnek angolul. Nem? Nem. Mit beszélnek? Csak franciát? Csak franciául, igen. És így meglehetősen nehéz volt. Nem is számítottam rá, hogy ennyire nehéz lesz. És én mindig azt mondom, hogy a zene az nagyon sokat tud segíteni, és én nagyon sokat hallgattam zenét. Viszont 8-10 óra bringázás után azért már a zenét is megunja az ember. És hát bizony előfordult, hogy a biciklihez beszéltem, hogy jaj, látod, milyen gazdád van, nekivágott egy ilyen hatalmas nagy útnak, és nem is annyira egyszerű. Létrehoztál a Facebookon egy csoportot, oda naponta jelentkeztél. Mekkora támogatás volt az, hogy a barátaid, az anyukád ír neked, és támogatnak, és követik az utadat? Kimondhatatlanul sokat segített. Nagyon sok holdponton ők segítettek át. Egyrészt rengeteg képet tettem fel, meg videókat, amit egyébként a kedves nézők is láthatnak most, és egy-egy like vagy egy-egy komment is nagyon-nagyon sokat tudottam segíteni. Másrészt meg nagyon sok barátom rám írt így útközben, hogy tudjuk, hogy nehéz, de tarts ki, és bírd ki, mert hatalmas dologba vágtál bele. És segítettek nekem abban, hogy ne felejtsem el, hogy mi a célom. És ez hatalmas nagy segítség tudott lenni. És mit szóltak a szülők, nagyszülők, amikor elmentél? Gondolom, ők féltettek is. Hát nyilván féltettek, de szerintem azon túl, hogy féltettek, nagyon büszkék is voltak, mert én bár az egészet úgy fogtam fel, mint egy bringázást, de ez mégiscsak nem egy kis dolog, hogy valaki biciklivel eljut Párizsig.
Az édesanyád többször írt, ugye neki nem volt Facebook profilja, ez úgy kiderült időközben, és írt neked, és ez is olyan megható volt, én olvastam, amikor jelentkezett, nem tudott levelet írni, hanem a falra írt. Igen. Meghatódtál, amikor így... Természetesen ő pedig nem győzött bocsánatot kérni, hogy így írt. Igen, nekem, mert ez de... egy kicsit ugye biztos megbolygatja az embernek a lelkét, hát, amikor... Igen, egy picit, de... Meg egy kicsit intim dolog is, amit... De pozitív értelemben bolygatott, meg később ugye pontosan az utamnak köszönhetően anyu regisztrált a Facebookon is. Úgy, akkor ő is most már része ennek a csoportnak. Így van. Sok helyen látjuk a kerékpárodat lefényképezve. Fontos volt, hogy lefényképezd? Vagy pedig ez csak egy ilyen szimbólum, hogy ott voltál, ott jártál, magadat nem tudod. Igen, ez a pessimistáknak egy fotó, hogy látjátok, csak megcsináltam. Meg egy bizonyíték, hogy eljutottam oda. Itt van megint a kerékpárod. Igen. Most megint tartanánk egy kis szünetet. Ugye a kerékpár sok mindenkinek fontos, és az sem mindegy, hogy ki milyen kerékpár teker. Egy csókai fiatalember például fából készített kerékpárt, ami hajtható is. Nézzük meg ezt az összeállítást. Fabicaj Cseszkó Zsolt csókai asztalos mesterműve. 7 éve készült, ez volt Zsolti diploma munkája a Szabadkai Építőipari Középiskolában. Körülbelül egy hónapig dolgozott rajta. Egy 100 éves akácfából készült, amely évekig edződött a szabad ég alatt. Pont ezért választotta ezt a rönköt az ifjú mester. Természetesen az abroncsok gumiból vannak, a lánc, a csapágyak és a felnik pedig fémből. Ez volt az ára annak, hogy a jármű hétköznapi használatra is alkalmas legyen. A fából van, így összetéve. Zsolti egy gyermekkori balesete miatt kisebb beszédhibával küzd. Talán éppen ennek köszönhetően találta meg a művészi igényességű asztalos munkában önkifejezési formáját. Az emberek, mikor ha lássák, ha le vannak, hát dőlhet döbbenve, ugye? Mert nem minden nap, ha látnak ilyen, szóval, amikor ha kihajtom a központba, vagy valami, akkor ugye mindenki ámul, ha bámul, ha némelyik, ha nevet. Sok kiállításon szerepelt, mindenhol általános csodálatot keltve. Zsolti azonban arra a legbüszkébb, hogy még a rendőrök sem kötnek bele. Mert eladni, ha nem adnám el, mert ugye ha vérem, ha verejtékem, ha benne van, ha én nekem az eszmény érték, szóval ez meg most már a családi érték, ha a vagyon tárgy, szóval ha minden igaz, ez most már úgyis fog maradni. Pészt olyan, hogy egyszer a kínát kért egy, ha most szóval egy összeget, ha mondjak összeget, ha már 1000 eurót, ha már kínáltak érte, de nem adtam oda. Mert nem, egyszerűen nem akartam, ez én nekem a, hogy mondjam, a gyermekem, szóval egy a szakmámnak a gyermeke, úgyhogy hogy így is lehetne fogalmazni. Nem rozsdásodik, alkatrészei házilag pótolhatóak. Természetbarát anyagból készült, nem károsítja a környezetet, újra hasznosítható, mindemellett tetszetős és nagyobb feltűnést kelt, mint egy Ferrari. A fabicikli akár a jövő közlekedési eszköze is lehet. Igazán tetszetős ez a bicikli, és te ismered is Csabát. Zsolt. Egész pontosan. Igen, katonák. Együtt voltunk katonák. Együtt voltatok annak katonák. Annak idején, 2003-ban. És tetszik a bicikli? Hát hogyne. Nagyon jó szép, néz ki, igen. Egyébként. Hogyha téged megkérnének, hogy add el a kerékpárodat, ő mondta, hogy semmi pénzért nem adnál. Most te is azt mondtad, hogy... Nem. Egyszerűen annyi kalandál mögöttünk, és olyan sok táját mutatott meg, illetve olyan sok táját láttam a segítségével, illetve olyankor is mellettem volt, amikor nagyon nehéz volt. Úgyhogy az eszmei értéke miatt nem tudnék megválni tőle most már. És hogyha mondjuk annyira tönkre menne, akkor se adnád el, félretennéd, megmaradna emlékbe, újat azt vennél? Most így hirtelen nem is tudom, hogy hogyan mehetne úgy tönkre. Nyilván, hogyha egy felelőtlen autós neki menne véletlenül. Mondjuk. Igen. De még akkor is azt hiszem, hogy javítatnám.
nem csak fából készülhet bicikli, hanem újíthatjuk is a bicikliket, és újításokat is tervezhetünk rá, hogy minél kényelmesebb legyen, és minél jobban kielégítse az igényeinket. Sipos Tibor Óbecsén ilyen újításokat vezetett be a kerékpárra, nézzük meg Kőműves Tíme a riportját. Sipos Tibor egy rendkívül sokszínű személyiség. Nyugdíjazott ügyvéd, de foglalkozik festészettel, és egy önéletrajzi regénye is megjelent. Emellett az Óbecsei Tanfivérek Értelmiségi Kör, az Alkotók és Feltalálók Klubjának az elnöke. Mivel a mai műsorunk a kerékpárokról szól, ezért nézzük meg, milyen újításokat talált fel a biciklikhez. Kedvenc mindenem a bicikli. Kedvenc mindenem. Ezen a kerékpáron milyen újítás látható? Hát ezen a kerékpáron a dinamó bekapcsolása van megoldva, illetve úgy nevezem dinamó szabályozása. Egy olyan ötlettel oldottam meg, hogy szerelés kérdése az egész, nem kell semmit gyártani, hanem megveszi az ember apró pénzé a biciklis üzletben ezt a kart, ami végeredményben a sebességváltókhoz készül, és ez nagyon megfelel arra, mindjárt van neki egy szajlája is, és egy szajlával húzatom oda a dinamót a kerékhez. Szükség szerint kitűnően működik, tehát hogyha be akarom kapcsolni, itt látszik, hogy akkor ezzel csak oda húzza, és akkor aztán már nem... Az sosem nincs, hogy az ne forogjon, ez már pár éve nekem a kerékpáromon, amit használok minden nap, föl van szerelve, és az télen-nyáron kifogástalanul működik. Eddig pedig egy attrakció, ez egy érdekes. Ez egy strapa bicikli, úgy nevezem, ahol a mindennapi használatra, ha az ember megy bevásárolni, vagy valami, akkor itt kényelmesen megbírja pakolni ezt a biciklit. Jött az ötlet, hogy az egyszerű, klasszikus biciklinek a hátsó kerekét kicseréltem egy kisebb kerékre, tehát az ismert minibiciklinek a hátsó kerekére, semmi átalakítás, azt lehet mondani, nem kell, annak is van fogaskereke, meg minden, láncot kell egy kicsit meghosszabbítani, meg a villát, és így ez a kis kerék fölött egy mondjam úgy, hogy egy hatalmas csomagtér jelentkezik. Nos, ez a csomagtér a minibicikliknél már tulajdonképpen ki van alakulva. Ottan az ülésmagasság ugyanaz, a kerék kicsike. Az a probléma, hogy úgy gondolom, hogy a minibiciklik nagyon nem váltak be, mert nem elég stabilak, és akkor így csináltam ezt a megoldást, hogy az első kereket azt hagytam, hogy maradjon meg klasszikus nagyságban, hogy a stabilitás megmaradjon, viszont gondolom, hogy a hátsó kerék az nem szól bele annyira az egyensúlyt a tartásba, és így egy ilyen igen biztonságos nagy csomagteret kaptam itt által. Ennek a kerékpárnak az elején is van egy csomagtér, hogyha jól látom. Igen, ez nem egy új dolog, már most mind jobban divatba jön, hogy a kormányra is szerkesztenek, vagy már lehet venni is kormány kosarat, nem tudom, hogy nevezik, és rákasztják, és nem új dolog. Ellenben itt az új dolog az, hogy én egy olyan kosarra szerkesztettem, ami alkalmas arra, hogy ide lecsukhassak egy bizonyos szerkezetét, ami az embert megvédi az esőtől. Mondjuk gyakran van, hogy elindul az ember valahova biciklivel, és akkor elfogja az eső, és akkor tehetetlen. Hogyan jutott eszébe ennek a szerkezetnek a kiépítése? Hát én már gyerekkorom óta nagyon majdnem a biciklire születtem, mert tanyáról jártam iskolába, és akkor naponta bicikliztem, és hát a későbbiekben is nem az autókat annyira nem kedveltem, valahogy ez egy praktikusabb valami volt, és hát felfedeztem, hogy hát az egy nagyon kellemetlen dolog, hogy akármilyen kis eső is elfogja az embert, akkor elő a térde, lába, nadrágja, főleg megázik, ugye, meg hát emégy is. És hát ezért már évek óta gondolkodom, hogy hogyan lehetne megoldani. Hát itt még hiányzik a textil, tehát ez készülőben van,
Szeptember 21-én nyitunk itt egy nemzetközi kiállítást, mi szervezzük a Becsei Föltalálók, és hát igyekszem arra a dátumra elkészíteni és bemutatni, hát hiszem azt, hogy attrakció. Igen, nagyon érdekes dolog. Attrakció lesz, feltételezem, hát szép színes textilből fogom ezt megalkotni, úgyhogy szemre is érdekes legyen, de azt hiszem, hogy ez egy praktikus valami. Ez micsoda? Hát ez egy apróságnak tűnik, de gondolom, hogy nagyon célszerű ez az ötlet. Szerkesztettem egy ilyen kis kampós valamit, amit nagyon könnyen föl lehet szerelni. Itt egy a hátsó keréknek a tengelyére, csak leveszik az anyát, ezt fölcserél, és visszacsavarjuk az anyát, és itt is elnivel odafogatjuk a vászhoz, és itt jelentkezik a bicikli oldalán ez a két kampó, amire azután rá lehet akasztani ezt a piacos kocsit, és ennek a karját, vagy nyelét csak egyszerűen felerősíti, felgumizza a már a meglévő csomagtartóhoz. Az csak azért arra szolgál, hogy nehogy lebillenjen, de a súlyt az tulajdonképpen ez a két kampó tartja. Hát szerintem nagyon egyszerű, de hasznos dolog. Bemutatjuk ezt, mi már előkészítettük ide. Bemutatjuk, hogy lehet ezt felszerelni. Kedvenc mindenem a bicikli. Most, hogy jól fel lett szerelve a kerékpárunk, indulhatunk bevásárolni. Csak képzelem, kiterítve a térkép az asztalon. Az anyagiakról még ugye nem beszéltünk, egy ilyen utat azért anyagilag is tudni kell finanszírozni, vagy ki kell tudni finanszírozni, még hogyha kerékpárral is mégy, akkor is szükséged van pénzre. Hogyan tudtál összeszedni annyi pénzt? Biztosan volt, aki segített. Van egy főszponzorom, akinek a pólóját most is viselem, az Optimus nyomda Újvidékre, illetve nagyon sok barátom támogatott. Azt mondták, hogy teszem azt, itt van 10 euró, és igyál még egy sört, ha odaérsz Párizsba. Egy ilyen nagyon szép gesztus volt a részükről, amit most szeretnék megköszönni is, nekik is, és az Optimus nyomdának is, illetve saját pénzből tudtam ezt az egészet megoldani. És mégse volt elég, tulajdonképpen nem számoltál azzal, tulajdonképpen nagyon neccesen, éppen, hogy sikerült megoldani. Ugye te úgy tervezted, ezt már mondtad is, hogy oda is, meg visszafelé is kerékpárral teszed meg ezt a távot, a visszafelé utat mégis aztán autóbusszal tetted meg. Akkor is írtál föl a csoportba, tehát megosztottad akkor is a problémádat, mert ugye ez egy probléma, és te egyedül vagy. Nem volt egyértelmű számodra, hogy busszal gyere vissza? Megpróbáltad volna, hogyha nem azt mondja a többség, hogy igenis ülj autóbuszra és gyere haza? Megpróbáltad volna kevés pénzből, vagy alig pénzből a visszautat? Igazából így magam sem tudom. Tehát nagyon kétségbe voltam esve, ugyanis úgy éreztem, hogy a célom, hogyha csak Párizsig tudtam megtenni a távot, tehát a célomat nem tudom megvalósítani, de a barátok így rádöbbentettek, hogy tehát ne hülyéskedj már, hát elbicikliztél Párizsig, most már az a lényeg, hogy hazaérj épségben. És tudni kell, hogy tönkrement a GPS-em, a telefonnal is gondok voltak, több szállást lemondtak, és ha pénzem lett volna hazajönni, amit elterveztem, tehát két nagyobb kiadásom lett volna, egyrészt az Alpokon átkelni vonattal, mert azt kerékpárral nem tudtam volna megtenni, illetve az Adriát átszelni kompal. Ez lett volna két nagyobb kiadás, de mivel nagyon sok helyen lemondták a szállást, ezért különböző motelokban vagy hostelokban kellett volna aludnom, ami éjszakánként akár 30-40 euró is lehetett volna. Így akárhogy gazdálkodtam volna, Horvátországra elfogyott volna az összes pénzem. És viszont, hogyha úgy döntöttem volna, hogy mégis belevágok, hiszem azt, hogy akkor is sikerült volna, csak sokkal
rizikósabb lett volna, és igazából nem mertem belevágni. Gondolom, hogy volt már némi tapasztalatod, mert tavaly ugye Csángóföldön, akkor kaptál napszúrást is kaptál, és tehát tulajdonképpen nem az volt most a célod, hogy mindenáron hazakerékpároz, hanem van. Most már vigyáztál is magadra. Így van. Tavaly az volt a gond, hogy nem, többek között az is gond volt, hogy nem fogyasztottam elegendő folyadékot, és erre idén nagyon odafigyeltem. Voltak olyan napok, hogy 10-12 liter folyadékot is megittam, és pontosan ezért semmilyen egészségügyi gondjaim nem voltak, hála jó égnek. És hol tudtad, most mondod, hogy 10-12 liter folyadék, az sok. Tehát igen. Gondolom anyagilag is sok, hogyha megvásároltad a palackozott vizet, vagy voltak esetleg olyan helyek, ahol volt kút, vagy van egyáltalán valahol ilyen nyilvános kút, mint nálunk? Hát ezt úgy oldottam meg, hogy van egy kulacs ugye a kerékpáron, ez igen. Egy 3-4 literes kulacs, illetve a táskámban mindig volt 2 liter víz. És amikor elfogyott a kulacsból a víz, akkor azt utána tudtam tölteni a táskából, majd miután a táskából is kiürült a víz és a kulacs még tele volt, vagy félig, akkor már így kereső módba váltottam, és ahol csak lehetőségem adódott, ott vagy kértem vizet, vagy vettem vizet. De az is előfordult, például Ausztriában, hogy nem találtam, kis falvakon mentem keresztül, és nem találtam sehol se vizet, és egy hölgy kint locsolta a ház előtt, és tőle kértem egy kis vizet. Nem volt benned esetleg egy ilyen kis fenntartás, ugye mondják, hogy nem jó a csapvíz. Nem féltél esetleg attól, hogy valami problémád lesz tőle? Gondolom, nincsenek nekünk ilyen előítéleteink, de mégis megkérdezem. Németországban az a helyzet, hogy mindenfelé jó a csapvíz. És az utam 35%-a Németországon át vezetett, és egy újonnan szerzett barátom javasolta azt, hogy ha falukon még keresztül is elfogy a vizem, vagy fogyóban van a vizem, akkor ne hezitáljak, a legközelebbi templomot keressem meg, mert a templomok környékén van egy temető, és a temetőből vehettem vizet. Ez jó tanács, mondjuk érdekes. Igen, ez érdekes, mondjuk. Mikor indultál az utadra, akkor elvitted a kerékpárodat szervizre? Elvitted, mert mondtad, hogy elromlott a váltód. Igen, többször is elvittem, és olyan állapotban próbáltuk beállítani a biciklit, hogy ne hagyjon cserbe, és hál' Istennek nem is hagyott. Most nézzünk meg egy riportot, ami Újvidéken készült egy kerékpár szervizben. Ebben is többen bicikliznek. Újvidék különben ideális, ami a bicikli hajtást illeti, mert hát a város egyik felől a másikra, én azt hiszem, hogy majdnem, hogy könnyebben át lehet gyorsabban jutni, mint autóval, mert a forgalom tényleg nagy. Különben mint több, meg több ilyen járdák is épülnek, bicikli járdák, ezeken az új sugárutakon, úgyhogy tényleg ideális hajtani biciklit. Kuncsaft van, mint több és több, a város is nagyobbodik, úgyhogy lehet mondani. Na most másfoldal lesz ez a munka, úgyhogy amikor bejön a késő ősztél, akkor nincs sajnos semmi. Ott valahol február-márciusig, utána pedig, amikor megindul a szezon, akkor egész október-novemberig még csak a szép idő van, mert vannak nagyon sokan, akik tényleg még hidegben is fölöltözve, kesztyűsakka, de hajtsák, úgyhogy munka van, majdnem egész évben lehet mondani. Mondom, egy-két téli hónap, amikor nagyon hideg van, akkor kicsit megáll, akkor van a szabadság. Nem olyan sokba kerül egy bicikli eltartás, mondjuk ez az évi szerviz, vagy az ilyen apró javítások. Sokan jönnek avval, hogy az orvos ajánlotta nekük, úgyhogy mindegy kis mozgás, plusz eljutnak a munkára, vagy esetleg már ahova vezeti őket az út, de úgyhogy minden esetre egy nagyon jó, hasznos dolog, tényleg. Hát a régebbi biciklik azok sokkal minőségesebbek voltak. Sajnos, hogy rengeteg most ez a kínai bicikli úgynevezett, ami olcsó, de majdnem, hogy ez a... még azt a pénzt se éri, még amennyi árulják. Sokan hajtsák a régi bicikliket, próbálnak hozzájutni, padlásokról szedik le, veszik ilyen idősebbektől, akik többet nem használják, úgyhogy a régebbi bicikli jók, ami pedig most, ami kapható, lehet rendesebb, minőségesebb bicikliket külföldről, de akkor az bele is kerül. Itt meg hát nálunk ugye eléggé nézik az árat, úgyhogy, de hát azért egy rendes bicikli sokáig mehet. Van, aki betartja, hogy tavasszal, jóformán még télen, mielőtt indul a szezon, elhozza, mert akarja, hogy biztos legyen. Szóval akkor ez egy ilyen abból áll, hogy majdnem komplet szétszedés, zsírozás, centrírozás, ami a küllőket illeti, fékek, váltó, beállítás, egy olyan komplet rendbehozás,
És akkor majdnem, hogy mehet probléma nélkül. Na most, amikor történik ilyen, hogy kilukad a gumi, vagy esetleg meg lesz ütve a kerék, újból centírozni, szóval gumit ragasztani, vagy ha valami tönkre megy, pedálülés, ilyen apróság, féknek a szajlája elszakad. Ezek már apró javításokat, amit rögtön megcsinálok, úgyhogy nem is nagyon kell várni, és ebből áll mondjuk rá egy bicikli eltartás. Like Chinese, they only come up to your knee, yet they're wise and they're witty and they're... Egy kínai biciklim átlagban 6-7000 dinártól indulnak, de az a baj, hogy pár hónapon belül már van rajta szükség hozzányúlni, meghúzni, és állandóan hozzák, mert egyszerűen akárhogy vigyáz rá az ember, szétlöcsög, egyszerűen gyönge a minőség, gyönge anyagból van csinálva, az az egész dolog. Egy valamire való bicikli, az mondjuk rá dinárban egy 15-20 ezer dináré már nagyon-nagyon minőséges biciklit lehet itt nálunk venni. Általában sportbiciklikről van szó, már ma valahogy azok mennek, habár vannak még azok a klasszikus lábfékkel működők, úgyhogy, de hát mondom, szóval olyan 10 ezer dinár fölött indulnak azok, amik mégis jobbak, és akkor plafon az majdnem, hogy nem létezik, mert hát vannak nagyon drága biciklik is, amit megint van, aki vesz, de az csak aki éppen komolyan foglalkozik biciklizésre. I like Chinese. Valamikor is szlovén rock, az még mai nap is az idősebbek emlegetik, még akinek van az, az egyszerűen ezt nem lehet meg sem is tenni. Az olyan jó típus volt, és mondom, mai nap is emlegetik. Valamikor a szabadkai partizán is még létezett, mindjárt szolid bicikliket csinált. A szarajevói Unis úgy szintén, de ezek valahogy manapság már nem is léteznek mindjárak. A szlovén rogot, újat már én sem nem láttam, nem hiszem, hogy egyáltalán létezik-e még a gyár. De szóval a szlovén rog az a valamikor Jugoszláviában, tehát szerintem volt az első helyen. És mondom, mai nap is, aki csak bír, próbál szerezni, általában használt, tehát még látok úgy néha-néha, úgyhogy az továbbra is szerintem marad a legjobb. Mondtad, hogy elromlott a sebességváltód, de mégis sebességrekordot próbáltál dönteni. Tehát nem mégis, ez a kettő nincs összefüggésbe, csak így próbáltam átvezetni. Többször is próbáltál sebességrekordot dönteni. Mi volt ez a legnagyobb sebesség, amivel tudtál haladni? Gondolom rövid távon. A GPS szerint 84 km/h-val haladtam egy hegyről lefelé. Mikor megláttam, hogy milyen lejtő következik, akkor annyi időm volt csak, hogy előkapjam a fényképezőgépet, lefényképeztem a lejtőt mutató táblát, egy 15 fokos lejtő, mint egy 3 kilométeren keresztül, ami azért meglehetősen sok. Bebújtam szélárnyékba is, usgyi. Hát utána mondanom se kell, hogy le kellett szállni a bicikről, mert egy kicsit rezgett a lábam, de ez egy nagyon fantasztikus élmény volt. És ezek a kis videók is mind felkerültek a Facebookra, és igen, együtt élhettük át veled ezt az egészet. Biciklijavítás. A biciklijavító mondta, hogy Újvidék nagyon alkalmas arra, hogy kerékpározzanak. Te ezzel egyezel? Ugye most már több mint egy éve itt élsz Újvidéken. Alkalmas? Vannak bicikliutak? Minden rendben van? Számomra igen. És igen, vannak biciklis utak is, de hozzá kell tenni, hogy én egy kicsit kamikaze biciklis vagyok, tehát én egy néha picit áthágom a szabályokat, tehát amikor villog a zöld a gyalogosoknak, akkor én még simán megengedem magamnak, hogy átmenjek, illetve néha bizony fölmegyek az autó útra is, de úgy gondolom, hogy Újvidék egyike azon városoknak, amely alkalmas arra itt Vajdaságban, hogy kerékpárral közlekedjenek az emberek. Van ugye Újvidéken egy kerékpárosokat tömörítő civil szervezet, akik tömörítik a mindazokat, akiknek fontos a kerékpározás, akik nem sportszerűen űzik a kerékpárt, és ők azok, akik megszervezik, vagy ők is többek közt részt vesznek a Critical Mass megszervezésébe. Tulajdonképpen ez egy nem szervezett esemény kellene, hogy legyen. Te is részt vettél a legutolsón. Mi a lényeg ennek a Critical Massnek tulajdonképpen? Fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy mennyire jó a biciklizés, és hogy mozgósítsuk az embereket valamilyen szinten, hogy érezzék, hogy rövidebb távon egyrészt egészségügyileg mennyire fontos,
és másrészt pedig, hogy anyagilag mennyire jobban megéri kerékpárral közlekedni, mert Újvidéken A pontból B pontba 15 perc, és én sokszor gyorsabban odaérek bárhová a városban, mint a városi közlekedés segítségével, úgyhogy nem is használom egyáltalán a városi közlekedést, leszámítva persze télen. Most akkor nézzük meg, hogy mennyi embert sikerült mozgósítania a július végén megszervezett Critical Mass-nek itt Újvidéken. Szeretik biciklizni, életkor, hava járok munkára, városba, ahol közlekedik, városi buszt, ezt nem szeretem. Nagyon szeretem, hogy Újvidéken is megindult ez az úgymondhatom, hogy ilyen biciklista mozgalom. Először vagyunk itt, a Facebookról tudtuk meg, nagyon szeretünk biciklizni, viszont piroson lakunk, és szóval ott piroson biciklizünk, de ritkán jutunk itt a városba. Most eldöntöttük, hogy rárakjuk a bicikliket az autóra, és bejövünk, és biciklizünk egyet közösen. A Critical Mass résztvevői a mindennapos kerékpározást népszerűsítik, továbbá a gépkocsi forgalom csökkenéséért és a kerékpárutak kiépítéséért harcolnak. Egyik céljuk az, hogy felhívják a nagy közönség figyelmét a forgalomban való szabályos közlekedésre. A mai túra olyan, hogy rövidebb, mint az eddigiek olyan 10 kilométeresek voltak körülbelül, ez rövidebb, mert nehezebb utat választottunk, ezúttal olyan utakon megyünk, ahol egyáltalán nincs bicikliút, és szóval magán az úton megyünk, egyfajta figyelemfelkeltés, hogy talán ezeken az utcákon is kellene valamiféle fajta bicikliutat csinálni, készíteni. Azon kívül, ami most itt történik, minden hónapban meg fog történni, attól függetlenül, hogy milyen lesz az idő, ha fúj, ha esik, lényegtelen, mindig itt leszünk. Elvárható lesz, hogy októbertől valami márciusig valószínűleg kisebb lesz az emberek száma, a résztvevők száma csökkenni fog. Az egyik Critical Mass-en 42-en voltak csak, mert első eset, attól függetlenül, ha 10 ember jöjjön el bárki, aki úgy érzi magát. Városban kerékpározni sokak szerint egészséges, mások véleménye szerint divat, de tény, hogy városi forgalomban kerékpározni nem veszélytelen. Alig lehet biciklizni. Említ sok a bulevár, ezt nehezen lehet átmenni rajtuk, sok autótól, várunk egy fél órát, aztán átmenjük. Rendszeresen biciklizek, de az idén, az idejétől bicikli a közlekedési eszközön, tehát egyáltalán nem járok kocsival, autóbusszal, esetleg néha sétálva. Újvidéken nehéz biciklizni, mivel az autósok nem tartják be a szabályokat. Először vagyok ezen a Critical Mass-en, hallottam, akartam már menni az előzőre is, nem tudtam. Biciklit nemrég vettem újat, pont abból az okból, hogy minél többet hajtam. Újvidéken elég jó biciklivel közlekedni mostan, de viszont lehetne jobb is. Természetesen vannak problémák akkor, amikor az autó a biciklis útra parkol, vagy akkor, amikor az emberek figyelmetlenek, és akkor nem adnak elsőbséget a biciklistáknak, vagy a gyalogosoknak. Az is a célja, hogy az autók észrevegyék, hogy itt vagyunk, hogy eszükbe jusson akkor, amikor mennek át a bicikli úton, vagy egyáltalán az útkereszteződéseken, hogy vigyázzanak a biciklistákra. Megzavarjuk a forgalmat, igen, de be van jelentve az egész esemény, a rendőrök ott vannak velünk, vigyáznak bennünket, amit látni lehet, gyerekek is vannak köztünk, úgyhogy nagyon ügyelünk a résztvevőkre, a biztonságra. A Critical Mass városi kerékpártúra során minden hónap utolsó péntekén egy kihirdetett találkozó helyen összegyűlnek a kerékpárosok. Újvidéken ez 5 órakor a Limáni Park, és együtt végig karikáznak a városon. A következő Critical Mass tehát augusztus 31-én pénteken lesz itt Újvidéken, aki teheti, menjen el. Akinek pedig nincsen saját biciklije, az Újvidék után most már Szabadkán is kölcsönözhet. Nézzük meg, hogy mik a föltételei annak, hogy valaki kerékpárt kölcsönözzön. A kerékpározás számos pozitív egészségügyi hatást gyakorol a szervezetre. Napjainkban reneszánszát éli, köszönhetően kiváló rekreációs hatásának, az autózáshoz viszonyított olcsóságának, illetve a környezetünk megóvásáért érzett felelősségnek.
Szabadkán immár 2 hónapja működik a Subike kerékpár kölcsönző. A projektum szervezői elégedettek az eddigi eredményekkel. Elégedettek vagyunk. Eddig 130 regisztrált tagunk van, és elmondhatom, hogy ők igen gyakran használják a Subike szolgáltatásait. A nyár folyamán a gyermeküléses kerékpárjaink voltak populárisak, mivel a szülők palicsra kirándultak a gyermekeikkel. Tulajdonképpen ez is a célja a projektumnak, hogy összekössük Szabadkát más városrészekkel. A kerékpározásnak Szabadkán hosszú éves tradíciója van. Köszönve a jó szervezésnek, a kerékpár kölcsönzés az Északbácskai városban egyre népszerűbb lesz. Nagyon jó dolog ez, főleg azoknak kedvez, akiknek nincs kerékpárja. Aki séta közben gondolja meg magát, hogy esetleg átugran a palicsra, nyugodtan megteheti, és látom, gyermeküléses biciklik is vannak. Jó befektetés és sikeres projektum ez. Hát én szerintem nagyon ötletes dolog, csak részletesen semmiféle tájékoztatást nem adtak a televízión közt, éppen néztem az infón, és semmi részletes tájékoztatást nem adtak róla, hogy hogy működik ez a BHL-es. Hát ez nagyon jó ötlet szerintem, mert mondjuk rá ki a városnak, a Tolsóperén az buszak közlekedik, és ha itt szét akar nézni valamit a városba, kikölcsönöz egy biciklit is, azt az egy-két orosszát biciklizik, és nem kerül sok pénzbe. A Subike kerékpár kölcsönző bicikliáit minden 16 évnél idősebb személy használhatja, aki regisztrál. A regisztrációs kártya elkészítéséhez igazolványra és 500 dinára van szükség. A kártya örökérvényű, így a bérleti díjon kívül semmi más kiadásuk nincs a felhasználóknak. Egy óra kerékpározás 20 dinárba kerül, míg az egész napos kölcsönzés 100 dinár. Szabadka Újvidék után a második város Szerbiában, ahol lehetőség van kerékpár kölcsönzésre. A projektum nem titkolt célja a környezetvédelem. Emellett a város turisztikai kínálata is bővült, hiszen az ide látogatók is használhatják szolgáltatásainkat. Az emberekben jó lenne felébreszteni a környezettudatosságot, ami azt hiszem kicsit háttérbe szorult. Azt szeretnénk, ha a kerékpározás nem csak megszokás lenne, hanem életstílussá válna itt a városban. A Subike-nál turisztikai szervezetek is regisztrálhatnak, így a regisztrált felhasználók mellett turisták is igénybe vehetik a szolgáltatást. Azonban ők kötelesek oda-vissza vinni a kerékpárt, ahonnan elvitték. Nagyon flexibilis a kölcsönzés. Egyik helyen felveszik a kerékpárt, és egy másik parkolóban leadhatják. A mikrochippel ellátott kártyán a felhasználó összes adata megvan, így nem kell a kiinduló helyen leadni a biciklit. Szolgáltatásainkat reggel 7-től este 8-ig vették igénybe, de a kerékpárokat a munkaidő után is leadhatják, hiszen ezek a kerékpártartók automatikus zárral vannak ellátva, így rögtön bezáródnak a biciklik. Kölcsönözni viszont nem lehet 8 után. Szabadkán eddig 3 kerékpárállomás van, a Sétaerdőben, a Szabad Egyetem mögötti parkolóban és Palicson. Azonban tervben van egy 4. állomás kiépítése is az év végéig. Azt gondolom, ezzel lefedjük a várost, hiszen tudjuk, hogy a Prozépka városrész igen forgalmas, így ez teli találat lesz. Néhány nappal ezelőtt Szabadka polgármestere Modest Dulic lett a Subike 100. felhasználója. A polgármester elmondta, szívesen ül kerékpárra, amikor az ideje megengedi, mert ezzel is hozzájárul az egészségesebb életmód népszerűsítéséhez. Ezzel a lehetőséggel bővül a város turisztikai kínálata, emellett pedig nem mellékes, hogy a bevétel jótékonysági célokat szolgál. A Subike bérbeadásból származó jövedelmét minden év végén jótékonysági célokra fordítják majd. Idén az általános iskolás diákok uzsonnázását fogják támogatni a befolyt összeggel. Még néztük a riportot, azt mondtad, hogy hát Szabadka az nem éppen kerékpározásra alkalmas. Éltél Szabadkán, ott jártál főiskolára, vagyis egyetemre. Nem jó Szabadkán, jobb Újvidéken kerékpározni? Vagy jobbak a föltételek? Úgy érzem, hogy Újvidéken sokkal jobbak a föltételek, mint Szabadkán. Bár Szabadkán ott van a Szabadkát Palicssal összekötő kerékpárút, és ugye Szabadkán is vannak kerékpárutak, de nekem több balesetem volt Szabadkán, mint Újvidéken, úgyhogy kicsit veszélyesebbnek élem meg Szabadkát. Térjünk még egy gondolat erejéig vissza Párizsra. Sok mindent ugye nem hoztál magaddal, de mégis hoztál magaddal például egy
egy kis emléket. Mi az a legnagyobb emlék? Hol van az megfogható, vagy inkább benned maradt emlék Párizsról? Hát amikor felmentem az Eiffel-torony tetejére, az mindenképp egy nagy élmény volt, mert az 300 méter magasan, és ameddig az ember ellát, az mind Párizs, illetve a Párizsban eltöltött kerékpáros napok, ugyanis azt már említettem, hogy nagyon sokat bicikliztem ott is, és amíg el lehet mondani Európáról, Európán belül pedig Németországról és Ausztriáról, hogy kifejezetten kulturáltan hajtanak az autósok, addig Párizsban, ugye nagyvárosról van szó, egy kicsit úgymond veszélyesebb a helyzet, mert ott már délelőtt 11 óra után csúcsforgalom van egész estig, és ugye akkor már senki nem figyeli a biciklis utat, ugyanis az csak egy sárga vonalal van elválasztva az autóúttól, és három, sokszor négy sáv között lavíroznak a kerékpárosok, amit nehéz volt megszokni, illetve az első pillanatban egy kicsit még tartottam is tőle, de utána már 10-15 perc után, mint a nagyok, lavíroztam az autók között, úgyhogy... Utolsó kérdésem az lesz, visszamennél, vagy visszamegy még egyszer Párizsba? Kerékpárral, vagy esetleg a könnyebb utat választod, és vonatra ülsz, vagy buszra? Nagyon sokat fogok még biciklizni, lehet, hogy még Párizsba is el fogok látogatni még egyszer. Csongor, nagyon szépen köszönöm, hogy a műsorunk vendége voltál, és hogy megosztottad velünk az élményeidet. Én köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Maradjanak továbbra is az Újvidéki, a Vajdasági Televízió 2-es csatornáján, hiszen a Jelenlét című művelődési műsorunk következik. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok!